Azt érzem, hogy az első fél időben is csináltuk a dolgunkat, amit megbeszéltünk, azt betartottuk. Nagyon sok helyzetet sikerült kiharcolnunk, illetve kidolgoznunk, amik sajnos nem mentek be, nem sikerült befejezni. Az első fél időben kaptunk egy olyan gólt, ami elkerülhető lett volna, de utána a másik fél időben megbeszéltük, hogy ezt a mérkőzést mindenképp szeretnénk megnyerni. Van a mester fel is panolt minket, megbeszéltünk, hogy mire figyeljünk oda, ami a másik fél időben sikerült is, hiszen egy másik énünket mutattunk. Nagyon sok helyzetet sikerült ismét kidolgozni, de hát ismét nem sikerült belőni azokat a helyzeteket, amiket kötelező lett volna. Ezáltal úgy érzem, hogy elhullatottunk két pontot, ami nekünk nagyon kellett volna, de pénteken próbáljuk kijavítani. Szerintem dobtunk öt a pontot a Kukava, és szerintem igen, nagyon jó játszottunk a második fél időt. Szerintem a elsőt a fél időben is picit jobban játszottunk, de talán a legfontosabb dolog a futsalban ez az, hogy nem kapsz kontrát, és ezt engedjük, hogy a ellenfél tudta ne jött könnyű kontrát, és így kaptunk a első gól. A fontos dologban nem voltunk jobb, mint a ellenfél. És szeretnék gratulálni a csapatnak, mert végig küzdtünk, és végig próbáltunk. Látjuk, hogy nem sikerült, akkor majd próbáljuk jó héten dolgozni megint, és próbáljunk jobban befejezni, és javítani a hibákat, ami majd csináltunk. De szerintem sok jó dolog csináltunk, és remélem, hogy nyerni a következő meccset.